A horvátországi nemzetközi válogatott bajnokságon 5 ország atlétái vettek részt. Erről számolt be Tar Imre, a Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület az ugródobó szakág edzője. Országonként 2 versenyző indul, versenyszámonként, és akkor pontozás van, és a végén, aki a legtöbb pontot szerzi ország, az nyeri a pontversenyt, a magyar csapat második lett. Érdekes volt, én nem voltam kint a versenyzőmmel, nem tudtam kimenni, de néztem viszont a televízión, és hát egy órával elhalasztották a versenyt, úgy kezdődött zápor miatt. És aztán akkor utána elállt, és gyakorlatilag amire ők ugrottak, mert ő magasugró, addigra már ragyogó idő volt. Szokásos atlétikai versenyszámok voltak, rövid táv, középtávfutás, akadályfutás, dobószámok, súlydiszkosz, gerely, magasugrás, távol magas, rudugrás, gerelyhajítás, ezek voltak. Lakatos Lambence mesélt a felkészüléséről és a versenyen szerzett tapasztalatairól. Hát hetente 5-szer járok edzésre, emellett voltak területi versenyek, 3 darab, és ezután következett az országos, amit megnyertem. Ott nem ugrottam meg az egyéni csúcsomat, viszont ahogy kijutottam Horvátországba, ott javítottam egy nagyot, ott 1.96-ot ugrottam. Nagyon jól éreztem magam a versenyen, nem gondoltam volna, hogy ekkorát ugrok, viszont nagyon örültem, hiszen 9 centit javítottam. Előtte lévő nap volt egy rövidebb bemelegítő edzés, és utána másnap a jobb időbe ugrottunk. Párszor vártam, viszont így második lettem. Ezelőtt, a verseny előtt, amit a Bence elmondott, hogy voltak a területi és az országos bajnokságok, hát az hozzátartozik, hogy az országos bajnokságnak az első napja a távugrás nagyon gyengén sikerült, csak 5. lett, pedig gyakorlatilag ő a ranglista második helyezettje 651 centivel, és itt csak 605 centit ugrott. Másnap a magasugrásra borzasztó csalódottan érkezett, de jellemző a versenyző alkatára, illetve a karakterére, hogy mindenhonnan képes felállni, és eddig 187 centi volt az egyéni csúcsa, és itt 9 centit javított, és átugrott elsőre a 196-ot. Tavaly is voltam, ez akkor Szlovákiában volt, viszont most sokkal kellemesebb volt a környezet, szebb volt a szoba, egy szobába 2 voltunk, és a vacsora is finom volt. A csapat az nagyon összetartó volt, most több mindenkit megismertem, és jobban lettem velük. Velük együtt is szoktam versenyezni. A versenyzők számára nem csupán a győzelem volt lényeges, hanem az is, hogy fejlődjenek és tapasztalatot gyűjtsenek a nagyobb megmérettetésekhez. A zágrábi bajnokság világossá tette, hogy a magyar atlétika jövője ígéretes, és a fiatal sportolók között ott vannak a következő generáció tehetségei.